Békesség néktek! Isten igéjét a első korintusi levélből fogom olvasni, a 6. fejezet 17. verséből. Ezt a rövid ige verset felállva hallgassuk meg, ahogy előttünk áll korintusi első levél 6. fejezetének a 17. versében. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, mindig valamilyen körülmény befolyásol bennünket, akár fáradtság, akár jó idő, akár eső, akár jókedv. Kérünk téged, hogy minden gátló körülmény ellenére segíts most a te igédet nem csak megérteni, és add Uram, hogy úgy legyen, ahogy olvastuk, hogy aki veled egyesül, az egy szellem te veled. Segíts ezt megtapasztalni, megérteni, hogy mit jelent ez, és átélni, Uram, azt, amit jelent. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk téged. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Talán tudjuk már azt mindannyian, hogy amikor olvasunk egy-egy példázatot, akkor azt a példázatot, amiket az Úr Jézus tanít és mond el, akkor azt a példázatot, azt nem úgy kell érteni, hogy annak minden egyes pontja megfelel valamilyen szellemi valóságnak. Nagyon szépen köszönöm, kicsit be vagyok rekedve. Tehát a példázatnak nem minden egyes pontja felel meg valamilyen szellemi valóságnak, hanem a példázatnak a lényegi mondani valója felel meg egy szellemi valóságnak. A példázatokat az Úr Jézus azért mondta, hogy azzal segítse a megértését azoknak, akikben van megértés, akiknek van annak adatik, akiknek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. És akiknek pedig nem volt, akik nem akarták érteni az Isten országának a titkait, nem tiszta szívvel közeledtek az Úr Jézushoz, azoknak a példázatok éppen, hogy akadályai voltak a megértésnek. A lényeg, hogy nem minden egyes részlete egy-egy példázatnak ültethető át egy-egy szellemi valóságban, hanem a központi üzenet. Például a hamis sáfárnak a példázatát, akkor nem értenénk, azt hinnénk, hogy Jézus arra tanít, hogy csaljunk. Hát nem csalásra tanít bennünket, hanem arra tanít, hogy erőszakosoki az Isten országa, vagy ahogy én finomabban szeretem ezt fordítani, fogalmazni, hogy erőteljesen kell az Isten országához közeledni. A hamis sáfárnak a példázata erről az erőteljes közeledésről beszél, és nem arról, hogy csaljunk, hiszen a példázatban csalt ez a sáfár, ez a megbízott szolga. Ugyanez a helyzet akkor, amikor a Biblia, az Úr Jézus bennünket hasonlít a vele való kapcsolat tekintetében. Hogy kie vagyunk mi az Úr Jézusnak? Hogy kie vagyunk mi, kie vagyok én az Istennek? A Biblia több ilyen hasonlatot hoz, ezeken fogok most végigmenni legalábbis 5 ilyen hasonlaton, és ez nem azt jelenti, majd fogjuk látni, hogy mi mindenben olyanok vagyunk, mint például az első pont, egy Úrnak a rabszolgái. Mi nem mindenben olyanok vagyunk Jézusnak, Istennek, mint egy rabszolga, de bizonyos tekintetben nagyon is olyanok vagyunk. Úgyhogy hadd kezdjem ezzel az első ilyen hasonlattal, hogy az Isten és az ő gyermeke, az Isten és az ő népe közötti viszony az első összehasonlításban olyan, mint egy úr és egy rabszolgának a viszonya. Pál apostol nagyon sokszor így mutatkozik be a levelei elején, meg erre hivatkozik számtalanszor. Az Úr Jézus, amikor beszél arról a példázataiban, hogy volt egy gazda és volt egy szolga, akkor itt az eredeti görög nyelvben
nem egy ez a kifejezés szerepel, hogy szolga, hanem az a kifejezés szerepel, hogy rabszolga. Legtöbbször ezzel a szóval találkozunk, hogy rabszolga. A károli fordításunk, más fordítások is nem tesznek különbséget. Talán az egyszerű fordítás, mintha úgy emlékeznék, különbséget tesz, ahol az egyik görög szó van, ott szolgáthoz, ahol a másik görög szó van, ott rabszolgáthoz. Tehát mindenképpen az egyik viszonyulásunk Istenhez, hogy rabszolga. Erre szeretnék egy igét mondani, már a lényeget előre vetítve, ugyanitt található az 1. Korintus 6-ban, a 20. vers, az utolsó vers, 1. Korintus 6:20, mert áron vétettetek meg, dicsőítsetek azért Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. De már az előző vers, a 19 is. Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatokéi vagytok? Nem a magatokéi vagytok? Ez nagyon fontos. Mi nem a magunkéi vagyunk, mert áron vétettetek meg. Amikor egyszer erről beszéltem, hogy mi Jézus Krisztusnak a rabszolgái vagyunk, és hogy erről nagyon sok szó esik a Szentírásban, és hogy Pál apostol magát így mutatja be, a Jézus Krisztus rabszolgája, az Isten rabszolgája, egy testvér így fellázadt ez ellen a szó ellen, és azt mondja, hogy minket Jézus megszabadította a rabságból, és nem pedig belevezetett a rabságba. Hát természetesen abból a szempontból teljesen igaza van ennek a testvérnek, hogy minket felszabadított a bűn rabsága alól, és ebben a tekintetben mi az Isten szabadosai vagyunk, de olyan tekintetben, hogy kihez tartozunk, hogy kiéi vagyunk, hogy kié a tulajdon jog az életünk felett, olyan szempontból mi rabszolgák vagyunk. Mert a rabszolgának a legfőbb tulajdonsága az, hogy ő valakié, ő egy, mint egy eszköz. Nekünk ez visszataszító, egyébként a Szentírásban nem annyira visszataszító, volt nagyon jó szolga, rabszolga és úr viszony, gondoljunk Józsefre, aki kiválóan érezte magát Potifár házában, és ha akart éppen rózsaszirmok között fürödni egy termálvízben, akkor akár otthon is megtehette, tehát semmitől nem tiltotta el Potifár, ami a házában volt, étel, ital, kényeztetés, azt mind megkaphatta, a feleségét tiltotta csak el tőle. Nagyon fontos, hogy kihez tartozunk. A teremtés történetet, a teremtés tényét az evolúció, az ősrobbanás pontosan azért igyekszik tagadni, mert hogyha a te életed csak úgy az öletbe puttyant, legfeljebb az anyukádnak meg az apukádnak köszönheted, hogy létezel, akkor elég lesz a anyák napján venned egy virágot, az apukád születésnapján meg mit tudom én, egy borotvát, átadod neki, megpuszilod őket, és azt mondtad, hogy köszönöm szépen az életemet, én most már mentem is, és élem a sajátomat. Akkor csak ennyi elkötelezettséged van. Ha te csak úgy jöttél az űrből egy robbanás hatására, és nem tudom, egy elektromos kisülés vagy egy villámcsapás hatására, az anyagban valahogy véletlenül belekeveredett az élet, az kifejlődött és lettél, akkor neked az öletbe pottyant az élet, azt mondod az anyatermészetnek, hogy köszi, és akkor éled a saját életedet, hiszen én a magamé vagyok, azt csinálok, amit akarok. Hát ez nagyon imponál az Istentől független embernek. Úgyhogy ezt az őrültséget, amihez szerintem sokkal nagyobb hit kell, hogy egy ősrobbanásból az, ami van az atomvilágban, a sejtekben, az univerzumban, az emberben, az előálljon, ez sokkal nagyobb hit kell, mint az, hogy ezt egy értelmes lény megalkotta, ez sokkal könnyebben hihető, hogy a hívőknek könnyű életük van, mert csak annyit kell elhiggyenek, hogy egy létező létrehozott egy másik létezőt, de a hitetleneknek egyszerűen ki kellett találjanak egy olyan ostobaságot, ami a legképtelenebb dolog a világon. Ha az lenne igaz, akkor nekünk nem lenne gazdánk. Akkor nem kellene kihez tartoznunk. Ha viszont Isten alkotta ezt a világot, akkor ő azt mondja, hogy én a gyártó, megmondom a használati utasítást is. Így és így kell ezt az embert kezelni. A természetet kezelni. Engem kezelni. Előírom nektek, megmondom, hát ez lenne a Szentírás.
akkor mi valakihez tartozunk, akkor nekünk gazdánk van. És amikor mi meglettünk váltva a bűnből, akkor mi a sátán gazdától, aki élvezi azt, hogy nem hiszük azt, hogy van ő. A sátánnak kiváló búvóhely az, hogy nem hisznek benne az emberek. Azt mondja, amíg nem hisztek bennem, addig, hogy vagyok, nem úgy, hogy rám bízzátok magatokat, hanem hogy vagyok, addig én nagyon-nagyon örülök annak, mert akkor el tudom rejteni magamat és Istent is, a módszereimet is, és azt hiszitek, hogy a saját életeteket élitek, pedig ez korán sem így van. Na ebből vált meg bennünket Isten, és tesz minket az ő rabszolgáivá. Hogy most már ne a bűnnek rabszolgáljunk, hanem az Istennek rabszolgáljunk. És bizony az embernek az sem tetszik, hogy alkalomattán parancsokat kap, előírásokat kap, rendelkezéseket kap, ezt így kell csinálni, ezt nem így kell csinálni, hát ez nekünk nem szokott tetszeni. De a megváltottaknak tetszik, hogy a mi Istenünk felettünk uralkodik, és nekünk előírja, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk. Ez egy nagy segítség, ez egy nagyon nagy áldás. Az igazán hívők nagyon jól tudják, hogy amikor mi a Krisztus rabszolgái vagyunk, akkor mi élvezzük a Krisztus házának minden áldását. Ennek az Úrnak a házában mindig van kenyér. Ennek az Úrnak a házában mindig meg lehet fürödni. Ennek az Úrnak a házában mindennel el vagyunk kényeztetve. Jó a Jézus Krisztus rabszolgájának lenni. Nem ütlegel minket, nem kihasznál minket, nem megkorbácsol minket, hanem kényeztet minket. Mi örülünk, hogy itt lakhatunk. Mi élvezzük azt, hogy az Istennek a rabszolgái lehetünk. A másik hasonlat, amivel találkozunk Jézus példázatában is, ez nem a rabszolga, hanem a szolga. Ma úgy mondanánk, hogy alkalmazott. A fizetett szolga. Aki fizetést kap azért, hogy dolgozik. Hát ezt hívőként meg nehéz sokszor bevenni, hogy mi kapnánk bármilyen fizetést is a mi munkánkért vagy jutalmat, de a Szentírásban sok olyan ige van, nem is fogom azt a 9-et felolvasni, amit én találtam, hogy mi jutalmat fogunk kapni. Ami cselekedeteink szerint át fogunk venni bizonyos jutalmat. Azért egy igét olvasok, hogy ezt alátámasszam. A hegyi beszédből, Máté evangéliuma 6. fejezetéből, ami nem pontosan arról szól, hogy mi alkalmazottak vagyunk, de szól arról, hogy valamilyen értéket, pénzt, kincset gyűjthetünk magunknak, nem ezen a földön, hanem az örök életre nézve, Máté 6:19, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mit jelent az, hogy gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben? Hogy kell kincset gyűjteni a mennybe? Hát induljunk ki abból, hogy kell kincset gyűjteni a földön. Sokan mondják azt, hogy pénz csak pénzből lehet csinálni. Volt egy ilyen vállalkozó, aki meghalt, egyszer elcsíptem a YouTube-on egy ilyen riportot vele, és azt mondta, hogy ez egyáltalán nem igaz. Aki nem tud pénz nélkül pénzt csinálni, az pénzből se tud pénzt csinálni. És elmondja, hogy ő milyen kis csóró szegény volt, és hát, hogy mikkel foglalkozik, és hogy mennyi minden eszébe jutott, és micsoda hát milliárdos lett ebből. Pénzt úgy kell keresni, hogy dolgozol, hogy ötleteid vannak, hogy kereskedsz. Most ne vegyük ide, hogy becsapsz másokat, vagy lopsz, hanem hogy dolgozol érte. Tehát valamit termelsz, és ezért valamit adnak cserébe. Mennyei kincseket pontosan ugyanígy kell gyűjteni. Azt mondja Pál apostol, törekedjetek arra, hogy elsők legyetek, törekedjetek arra, hogy megnyerjétek a koronát, megnyerjétek azt a babérkoszorút, ami a győztesnek jár. Azt mondja Pál apostol, hogy ne elégedj meg a második helyjel. Ne elégedj meg a bronzéremmel. Azok a testvérek, akik alázatoskodóak, azt mondják, hogy ó, hát én nem akarok első lenni, jó itt nekem az utolsó helyen, és én itt leülök, majd bemegyek valahogy a mennybe, és éppen majd
beengednek az angyalok, a belépő kártyámon még éppen lesz annyi, hogy éppen-éppen be tudjak menni. De nem erre bátorít minket Isten igéje. És az igazán alázatosok azt mondják, hogy én első akarok lenni. Én vállalom ezt. Én szeretnék elő lenni. Én nem akarok csak beájulni az Isten országába, hanem azt szeretném, hogy gazdagon adassék nekem az Isten országába való bemenetel. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy gyűjtsünk magunknak kincseket a Földön. Ahhoz tudnám ezt még, vagy ne gyűjtsünk magunknak kincseket a Földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyekben. Ahhoz tudnám ezt még hasonlítani, mint amikor van egy bizonyos belterületen egy építési telek. Ez az építési telek nincs beépítve, mondjuk valaki régen lehet, hogy kertek voltak ott, és valaki még ott zöldséget termeszt, vagy beveti csemege kukoricával, vagy valami haszonnövénye, vagy éppen gyümölcsfákat tesz oda. És körbe már mindent beépítették ezt a telket. Fog-e a telek árába beavatkozni az, hogy ott répa van, vagy kukorica van, vagy paprika van, vagy paradicsom van? Egyáltalán nem. A telek árakat nem úgy fogják mérni, hogy mi van beleültetve, hanem hogy hány négyzetméter, hogy a városnak melyik területén helyezkedik el kint, vagy a központhoz közel, de mégis csendes helyen. Itt, ezen a helyen egy négyzetméter terület ennyi és ennyi forintba kerül. Hogy azon diófa van, vagy megyfa van, vagy paprika van, vagy paradicsom van, hát azzal senki nem foglalkozik. Majd kivágjuk, hogyha van ott egy diófa, majd kikapáljuk, ha van ott egy kis paradicsom. Az örök élet az az Istennek az ajándéka. Azt azért te nem tudsz megdolgozni. Az kegyelemből van. Az kapod Istentől négyzetméter áron. És amikor megkaptad, akkor az a kérdés, és most jön az, amiről ebben a hasonlatban, hogy szolga és úr, munkáltató és munkavállaló, most erről beszélek, hogy mit fogsz cselekedni te ezen a területen? Mivel veted be? Hagyod elgazosodni? Vagy éppen beültet egy gyümölcsfákkal? Építesz rá valamit, ami értékes? Vagy pedig parlagon hagyod? Mit kezdesz azzal, amit kaptál az Istentől? És amikor odaállunk az ítélet napján, az Isten elé, akkor ő nem azt fogja nézni, hogy milyen kegyelmet kaptál. Hát azt az Isten nagyon jól tudja, hogy te milyen kegyelmet kaptál. Nagy kegyelmet kaptál. Minden gyermek az Istennek. Na de mit kezdtél ezzel a kegyelemmel? Mire fordítottad ezt a kegyelmet? Kerestél-e kincseket? Hát a vállalkozó az ugye azon töri a fejét, hogy hogyan lehet megoldani a kérdéseket, hogyan tudnám ezt a piaci részt betölteni, hogyan tudnék megfelelő gépeket szerezni, vagy... Tehát ő ebben okos. És a hívő ember, aki mennyben gyűjt kincseket, az abban okos, hogy hogyan tudnék mennyei kincseket gyűjteni. Hogyan tudnám még kikaparni a gesztenyét magamnak? Ó, hát mi nem szeretjük magunkat, igaz? Pedig Jézus azt mondja, szeresd fele barátodat, mint magadat. Hát ha te magadat nem szeretted, testvér, akkor te csapnivaló testvér leszel. Az én számomra, mások számára is. Mi valahol kell, hogy küzdjünk az örök életünkért, a megtartatásunkért, az áldásokért. Ilyen szempontból szeretni kell magunkat, más szempontból megtagadni kell magunkat. Igenis törekedni kell arra, hogy mi kincseket gyűjtsünk, hogy mi sok pénzt kapjunk a mi Istenünktől, amikor az ítéletre kerül sor. Mert mindannyian átveszük a jutalmat, aszerint, amit testben cselekedtünk. Vagy gonoszt, vagy jót. És valaki kevesebbet fog kapni, valaki többet fog kapni. És minket az Isten megfizet, testvére. És nekünk dolgoznunk kell. És nekünk kiváló munkahelyünk van. Láttam egy filmet a minap, Indiában történik ez a megtörtént esemény, egy gyárnak a katasztrófáját dolgozza fel, hogy egy vegyi üzem tragédiát okoz, mert robbanás történik, szivárgás. És olyan boldogok voltak azok az emberek, akik ebben a gyárban dolgozhattak, hogy kiült egy
domboldalra a frissen felvett munkás, és imádkozott a gyárhoz. Ugyan megy a feleséged, te mit csinálsz? Megbolondultál. Hát ez a gyár ad nekünk kenyeret és megélhetést. Nagy szegénységben élt ez a város, ez az indiai város. És ugye a családnak megoldást jelentett a munkahely, és ő imádkozott a gyárhoz, hogy nekünk most már van bevételünk. Óriási dolgot jelent, és tudjuk, vannak olyan kultúrák, mint a japán is, hogy ki hol dolgozik. A munkahely lakhatást is jelent, ad lakást a munkáltató, nincsen saját lakása az embereknek. Ha te ott dolgozol, ott is fogsz lakni az egész családoddal. Van szociális ellátás, orvosi ellátást ad a cég, nem a társadalombiztosítás, a cég adja az orvosi ellátást. Teljes mértékben függ a munkáltatótól a munkavállaló. Természetesen a munkáltatónak megéri alkalmazni ezt a munkavállalót, hiszen ezt a magas színvonalat, hozamot, tőkét ezt a munkások munkájának köszönheti. Tehát van egy kölcsönösség. Ugyanezt történik meg az Istennel. Istennek dolgozni egy kiváló munkahely. Hát aki bekerül az Isten munkahelyére, az Istennek szolgál, az megfogta az Isten lábát. Ez biztos. Tehát ennél jobban fizető állás. Hát ez olyan, mintha a kertedben aranyrögöket találnál. Ásnál a kertedben a uborkának a kis palántáját, és egyszer csak látod, hogy hát itt aranyrögök vannak. És meg kiderül, hogy tele van aranyrögökkel a kerted. Mit csinálnál? Vennél egy ásót. Az összes gyerekednek a kezébe ásót nyomnál, a feleséged kezébe ásót nyomnál, a nagymamának a kezébe ásót nyomnál, és azt mondanál, ássuk fel a kertet, és szedjük ki az aranyrögöket. Dolgoznál érte, de hát a munkához képest a hozam óriási lenne. Na, ezt jelenti Istennek dolgozni. Mi nem fogjuk megérdemelni azt, amit kapunk, még jutalomból sem. Még amiért megdolgoztunk, az is túl van fizetve. Amikor én teológus voltam, akkor nagyon szegények voltunk. Volt egy időszak, amikor 11 000 forint volt az albérlet, ahol laktunk, és 10 000 forint volt az ösztöndíja, feleségem állapotosan otthon volt, nem tudott elhelyezkedni, emiatt dolgozni, és kérem szépen, mi mínusz 1000 forintból éltünk. Albérletre még 1000-et kellett spórolni, és akkor jött még a fokrém, meg a fogkefe, meg a csirkeleves, meg a vajas kenyér. Szóval mínusz 1000 forintból gazdálkodtunk. Ezt úgy oldottuk meg, hogy például a nyári szünetben felajánlott az egyik tanár, aki kanadai volt, hogy mivel ő nyáron hazamegy, és itt van neki egy ház a Sárospatakon, és ott a háznak a kertjében nő a fű, meg megéhezik a macska. Ezért kéri, hogy ha vannak olyan diákok, akik nyáron Sárospatakon maradnak, hát ezek a házaspárok voltak, ketten voltunk ilyenek, akik munkát vállaltunk, menjünk hozzám naponta, nézzük meg, hogy mekkora a fű, ha kell, akkor vágjuk le. Hát körülbelül akkora kertje volt, mint ez a imaterem osztva kettővel, és a macskát kellett megetetni. Hát halljátok, ezért a munkáért mi annyi pénzt kaptunk, hogy más egy hétig megélt abból, amit mi egy napra kaptunk, hogy a macskát megetettük, meg megnéztük, hogy nagy-e a fű, aztán, hogyha nagy volt, akkor éppen hetente háromszor levágtuk a füvet. Na, ezért kaptuk a jó kis pénzt. Hát jó munka volt, dolgoztunk érte, nem kaptuk volna meg, ha nem dolgozunk, de túl voltunk fizetve. Hát persze, nagyon jól tudta, hogy szükségben vagyunk, és ezzel segített. Istennek dolgozni jó. Nagyon sok jutalmat fogsz kapni, de ha nem dolgozol, akkor nem kapsz semmit. Még az is elvész, amit van. A harmadik viszony, amihez az Úr Jézus az ő népének, gyermekeinek a kapcsolatát hasonlítja, az a barátság. A barátságról a Bibliában nem sok szó esik, és hogyha eszünkbe jut ez a szó, hogy barátság, akkor általában a Dávid és Jonatán kapcsolata, közössége jut eszünkbe. Mégis az Úr Jézus azt mondja rólunk, hogy mi az ő barátai vagyunk. Úgyhogy nekem most már, ha barátságról van szó, akkor nem Dávid és Jonatán jut eszembe először, hanem Jézus és én. Ez így hangzik, amikor az Úr Jézus erről beszél a János 15,
2-től olvasom. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Ez fontos előzmény a következőkre nézve. Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Tehát ti szeressétek egymást, nincs nagyobb szeretet, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti az én barátaim vagytok, mondja a János 15-14, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Mit parancsolt Jézus, hogy szeressük egymást? Ha szeretjük egymást, akkor mi Jézusnak a barátai vagyunk. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, ilyen szempontból nem szolgák vagyunk, más szempontból igen, ebből a szempontból barátok, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én atyámtól hallottam, tudtul adtam nektek. Nekem van egy legjobb barátom. Egyébként sok barátom van, tehát egy csomó, de van egy legjobb barátom. És a legjobb barátommal az jellemző ránk, hogy magánéleti titkokat osztunk meg egymással. Ilyen ciki dolgokat is megosztunk egymással, amiket másnak nem akarunk, vagy nem merünk, vagy nevetségessé válnánk, vagy utálatossá válnánk. De vele ezt meg tudom beszélni. És mi ezt rendszeresen ezeket a dolgainkat átbeszéljük. Amit elmondott nekem, arra visszakérdezek. Na, hogy vagy azzal a dologgal? Hogy állsz? Mi a helyzet? Anyagi dolgokról, családi dolgokról, munkahelyi dolgokról, mindenről tudunk beszélni. És ez én barátom Jézus olyan, képzeljétek el, hogy elmond nekem ilyen dolgokat. Belelátok Istennek a szívébe. Múltkor elkezdtem Bibliát olvasni, és Isten nem hagyott olvasni Bibliát. Olyan mértékben nyílt ki a legelső igevers, ami a szemem elé került, testvérek, hogy csak felálltam és járkáltam örömömbe. Meg sírtam. Uram, hogy lehet ilyen szép? A felolvasott alapigém is, amelyhez ki fogjuk lyukadni, gyönyörűséges, fantasztikusan, felemelően szép, minden képzeletet felülmúlóan gyönyörűséges. Elmondja Isten az ő szívének a titkait. Beavat minket, nem úgy, mint egy rabszolgát, nem úgy, mint egy jól fizetett szolgát, egy túlfizetett szolgát, hanem úgy, mint a barátját, gyere barátom. Van egy titkom, elmondom neked. Pál beszél az evangélium titkáról. És nagyon sok mindent megtudott az Istentől. Olyanokat is, amiket nem volt szabad, hogy továbbadjon. Amit a harmadik égben hallott. János is ír arról, hogy hallottam akkor a hét mennydörgés szavát, és le akartam írni, ez gyönyörű, ez csodálatos, és azt mondja, ne írd le, ezt csak neked mondom. És akkor János leírja, hogy van olyan dolog, amit én tudok, de ti nem tudhattok. Szeretném, ha tudnátok. Különben nem is tudnánk, hogy János kapott olyan kijelentést, amit velünk nem oszthat meg. De Jánosnak Jézus azt mondta, írd le azt, hogy nem írhatod le, amit neked elmond. Vannak olyan dolgok, amiket Isten csak neked mond el. Senki más nem tudja a világon. Te vagy az ő barátja. És amikor olyan örömöm van, olyan titkom van, olyan bűnöm van, megyek az én barátomhoz. És elmondom neki. Hát a sokat segít, testvére, sok örömöt jelent, hogy elmondhatom az én barátomnak, drága Jézusom, Uram, hát te olyan dolgokat mondtál el nekem magadról. Én is szeretném elmondani azt, hogy ennek nagyon örültem, igazán jó volt, ezt nagyon szégyellem, igazán kár volt. Beszélgetek az én barátommal. Legyen Jézus a te barátod. Így tekint rád, és így kell mi rátekintsünk. Nem minden szempontból, hogy na, gyere haver, menjünk el valahova, nem ilyen szempontból mondom, hanem abból a szempontból, hogy a példázatokat is érteni kell, egy bizonyos szempontból, Jézus is így értette, ő a mi barátunk. Biztos érzitek, hogy így közeledünk egyre jobban, melegebb, bensőségesebb, szorosabb kötelékekhez, a rabszolgától, ami már jó,
Mária, hogy az övéi vagyunk, tehát az már óriási megtiszteltetés. Jobb az Isten házának a küszöbén, tudjátok, mint a gonoszoknak a palotáiban lakni. Szóval innen jöttünk a fizetett szolgáig, ami azért már egy kölcsönös szerződésen alapul, ugye ez az Ó és az Új Szövetség. Aztán itt vagyunk már a barátnál, ahol nem kell papír. Barátoknál nem kell szerződés. Nyilvánvaló, hogy nem fogom becsapni az én barátomat. Ha van egy rossz autóm, ami eladó, és a barátom azt mondja, nem adod el ezt az autót, eladom, csak nem neked. Nem akarok veled kitolni, mert te a barátom vagy. Itt már nem kell papír, itt már bizalmi kapcsolat van. Még nagyobb a bizalmi kapcsolat a rokonok között. És ez a negyedik viszonyunk az Úr Jézussal és Istennel. A Máté evangéliuma 12. fejezetében olvasunk arról, amikor Jézust felkeresik a rokonai, a testvérei és az édesanyja, és ez a történet így hangzik a Máté 12.46-tól. Mikor pedig még szólt a sokaságnak, íme az ő anyja és az ő testvérei állnak odakün, akarván ő vele szólni. És mondta neki Jézusnak valaki, íme a te anyád és testvéreid odakünt állnak, és szólni akarnak veled. Ő pedig felelvén mondta a hozzá szólónak, kicsoda az én anyám, és kik az én testvérei. És kinyújtván az ő kezét az ő tanítványaira, mondta, íme az én anyám, és az én testvérei. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nekem fitestvérem, nőtestvérem és anyám. Na hát azt én még soha nem hallottam prédikálni, nem is merném mondani, hogy én lennék Jézus anyja valamilyen formában. Ő mégis ezt mondja, de ezt nem így kell érteni természetesen, hanem olyan közeli kapcsolatban vagyok Jézussal, nem azért, mert én így akartam, hanem mert ő ebbe a kapcsolatba engem beemelt és megtisztelt, hogy mi rokoni kapcsolatban állunk egymással. Bennünk kérem szépen egy vér folyik. És ezt hamarosan ki fogjuk ábrázolni az úrvacsorával. Hogy az a vér folyik bennem, ami Jézusban. Mert ő egy véradó. És ő adta a vérét. Tudjátok, van ilyen célzott véradás. Hogy az XY-nak lehet vért adni. És akkor bemész a véradóba, és azt mondod, hogy én Újfaluban, a budapesti kórházban fekvő, beteg bácsinak, vagy néninek szeretném adni, vagy a rokonomnak, vagy akárkinek. Az én véremet. Mikor én vért adtam számtalan esetben, akkor én imádkoztam. Uram, az én véremben van valami. Nem tudom, kibe fog belekerülni az én vérem. De azt a valamit, azt valahogy tedd bele. A vérben vannak hormonok, meg dolgok. Mikor tele van a te szíved, szemed, mondja a Biblia, paráznasággal, akkor olyan könnyen fogadnak meg a parázna gondolatok, a véredben van valami, ami szállítja ezeket a hormonokat, és azzal telítve vagy. Mikor imádod az Istent, amikor hódolat van benned, öröm van benned, a mennyei öröm van benned, akkor azzal van tele a te véred. Abból fogok adni valakinek. Hát, ha egy kicsit érez egy kis örömöt, aki belemegy a vérem, mit tudom én, hogy működnek ezek a dolgok. Jézus az első szülött. Mi meg vagyunk a kis testvérei. Ő a mi bátyánk. Mi egy család vagyunk. Istennek a családja, Istennek a háztartása. Ezért szoktam én is mondani, hogy a gyülekezet egy család. Hát jaj lenne, ha én csak a családommal, a feleségemmel mondjuk vasárnaponként találkoznék. Mintha valami börtönben lennék, és akkor láthatást kapnánk, aztán találkozunk egy héten egyszer, kapok egy kiló almát, aztán hazamennek. Nem. A családi élet attól családi élet, hogy mi osztozunk. Egy ágyunk van, egy házunk van, együtt dolgozunk, együtt kapáljuk a kertet, együtt festjük ki a szobát, együtt éneklünk, együtt imádkozunk, reggel együtt kelünk, este együtt fekszünk, egy légteret szívunk. Még a koronavírus karantén sem választhat minket el, mert az egy háztartásban élők, azok sétálhatnak, bevásárolhatnak, lakhatnak együtt. Mi vagyunk az Úr Jézusnak a testvérei. És tudjátok, ez nem csak
azt jelenti, hogy mi rokonok vagyunk, egyvérből valók vagyunk, hanem itt megint bejön a jog. Ahogy mondtam, hogy a munkáltató, munkavállaló között van egy szerződés, de a barátok között már nincsen ilyen szerződés, a családtagok között megint megjelenik a jog. Valaki mondta, hogy milyen csúnya dolog a házasságban arról beszélni, hogy ez egy vagyonközösség, hogy itt pénz van, vagyontárgyak vannak, ezeket meg kell osztani. Ugyan már, hát ezeket hagyjuk a csodába. A házasság nem ennek a kérdése. Azt mondta az illető, egyébként egy ige hirdető volt, hogy váljatok csak el, majd meglátjátok, hogy a házasság nagyon is anyagi kérdés. Nagyon is anyagi kérdés. Kié legyen a kocsi, kié legyen a gyerek, kié legyen a, nem tudom, üzletrész a vállalkozásba, stb. Így nagyon-nagyon anyagi dolog. És az örökség is nagyon-nagyon anyagi dolog. És a testvérek össze szoktak veszni sok esetben, ha nem igazán jó testvérei egymásnak, hogy kié legyen ez, kié legyen az, ki vigyel ezt, ki vigyel azt, hogy mit csinált a házárával, hogy kiforgatott engem a vagyonomból, összevesz. Mi kaptunk a Jézus halálával egy örökséget. Örökösök vagyunk. Azért, mert családtagok vagyunk. Nekünk ez jár. Nem azért jár, mert megdolgoztunk érte, itt jön be a kegyelem. Azért jár, mert vagyunk. Mert létezünk. Mert megszülettünk. A földre, meg megszülettünk az Isten országába újjászületés által. És mi kapunk egy örökséget. És ez egy óriási nagy dolog, hogy mi örökös társai lehetünk Jézus Krisztusnak. Pontosan az a Szent Szellem van bennünk, aki Jézus Krisztusban volt. Pontosan ugyanaz. Nem egy B-típusú, nem egy lefokozott, nem egy tömeggyártott. Aki betöltötte az Úr Jézust a bemerítése napján, ugyanaz tölt be bennünket is az újjászületésünk napján. És ahogyan Jézus Krisztus feltámadt a halálból, ugyanúgy fogunk mi is feltámadni a halálból. És amilyen életet él ő az Atya jobbján, mi is olyan életet fogunk élni az Atya jobbján. Amilyen testben feltámad, mi is olyan testet fogunk kapni, mert örökös társai vagyunk, mert egyvérből valóak vagyunk, mert jogunk van hozzá, hogy ezt az örökséget megkapjuk. Óriási dolog. És mégis mindezek után, mindezek ellenére, és mindezek felett számomra a legkedvesebb kapcsolat az Úr Jézussal a szerelmes kapcsolat, a jegyességnek a kapcsolata. A Szentírás bennünket az Úr Jézus Krisztus menyasszonyaként kezel. És ő pedig, ami vőlegényünként írja le, több esetben. Sőt, még tud is megy ezen a jelenések könyve, és már ő a mennyegzőről beszél. És már ő a feleségről beszél. És már ő a férjről beszél. Erről beszél Pál apostol az Efezus 5-ben, ahol mondja, hogy szeressék a férfiak a feleségeiket, engedelmeskedjenek a feleségek a férjeiknek, és a végén azt mondja, hogy ezt nem ma azért mondom, mert ez a legpraktikusabb dolog, hanem ezt azért mondom, mert ez egy mintát követ. Azért mondom, mert ti azt kell kiábrázoljátok, amilyen a kapcsolata Jézus Krisztusnak és az egyháznak. Úgy kell engedelmeskedjen a feleség a férjének, mint ahogy az egyház engedelmeskedik Jézusnak. El szoktam hozzátenni mennyegzőkön, hogy azért kicsit jobban engedelmeskedjenek, tehát ne legyenek olyan rossz csontok a feleségek, mint az egyháza Krisztusnak, de úgy kellene engedelmeskedni az egyháznak is, meg a feleségeknek is, és úgy kell szeressék a férjek a feleségüket, mint ahogy Krisztus az életét adta és szereti az ő egyházát. Ha a férjek úgy szeretnék a feleségeiket, az emancipációval nem lenne probléma. A nők semmi más nem akarnának, csak azt, hogy a férjem legyen felettem, oltalmazzon, szeressen, becsüljön meg. Akkor nem akarnának egyenjogúságot, mert egyen értékűek egyébként, de nem egyenjogúak. És hogyha a helyükön lennének kezelve, szeretve lennének, mint hogy Krisztus szeretetében hiba nincs,
ahogy az egyházat szereti, akkor minden rendben lenne. A mi kapcsolatunk Jézussal szerelmes kapcsolat. Az énekek énekének ezért van helye az új szövetségi felfogásban. Már gondolom, hogy amikor az ószövetségi szentek megengedték, hogy az énekek éneke helyet kapjon az ószövetségben, akkor valami hasonlóra gondoltak Isten és az ember kapcsolatára, mert Isten és az ő népe közötti szerelmi kapcsolatról van szó az ószövetségben is. De ez az új szövetségben nyer igazán értelmet. Ez egy csodálatos dolog. Amikor erről beszélünk, hogy mi a Jézus Krisztusnak a mennyasszonya vagyunk, Isten szívének a legmélyéig jutunk el, a legmélyebb dolgokig. Olyan titkok felismeréséig, mint amikor azt mondja az íge, hogy Isten alkotta az embert az ő képére és hasonlatosságára. Ez biztos, hogy így van. Semmi és senki más nem hasonlít úgy Istenre, mint az ember. Se az angyalok, se a kérubok, se a szeráfok, se az univerzum, se a bolygók, se a nap. Mi hasonlítunk, az ember hasonlít legjobban Istenre. És amikor Isten ránéz erre az elkészített mesterműre, az emberre, az ő képére teremtett emberre, akkor tesz egy nagyon fontos megállapítás. Azt mondja Isten, magát árulva ezzel el, nem jó az embernek egyedül lenni. És Isten ezzel bevallja nekünk, hogy nekem nem jó egyedül lenni. Nem jó. Én szeretnék valakivel együtt élni. Hát alkottam magamnak egy kis mennyasszonyt. Még picike, még csak egy emberből áll ez a mennyasszony. De ha majd felesége lesz, és szaporodik, és sokasodik, betölti a földet, mi népet fogom kezelni, mint az én mennyasszonyomat fogom kezelni, és ha elbukik és megromlik, megtisztítom magamnak kiváltképpen való népet, és lesz nekem egy csodálatosan szép, drága mennyasszonyom, mert nekem nem jó egyedül lenni. Az ember, az Isten az embert, az ő társául alkotta, hogy legyen nekem társam, legyen nekem mennyasszonyom, legyen nekem feleségem. Most még nem léptünk Istennel házasságra, jegyességre léptünk, és a jegyességnek a pecsétje, mint hogy a jegyeseken a jeggyűrű mutatja, hogy történt egy eljegyzés, az a Szent Szellemnek a vétele. A Szent Szellem pecsétele bennünket az örökváltság napjára. Onnantól vagyok a Jézus Krisztus jegyese, hogy vettem Szent Szellemet, azaz teljes mértékben megtértem az Istenhez, és ő újjászült engem, elfogadott engem az ő gyermekének, elpecsételt engem, igen, te is kell lesz nekem, téged is választottalak, téged is akarlak, téged is hívlak, benned is munkálok. Most a jegyességnek az állapotát éljük. Együtt járunk az Istennel. A jegyesség együtt járás. Hivatalos. Olvassunk ilyet, hogy Noé az Isten, Énók az Istennel járt. Szóval addig-addig jártak együtt, hogy egyszer csak már ott járkált, ahol Isten járkál a mennybe. Addig Isten járt vele a földön, aztán meg ő járt Istennel a mennybe, és Énók elragadtatott. Az Istennel járt. Mi is Istennel járunk, és mi is ott fogunk majd vele együtt járni, az Arany utcákon, az új Jeruzsálemben. A együttjárás még nem jelent életközösséget, nem mindenünk egy. A mennyasszonynak és a vőlegénynek nem mindene egy. Valami már egy, de valami még nem egy. Még nem költöztek össze, még nem laknak együtt, sokszor találkoznak, állandóan csetelgetnek egymással a messengeren, meg fényképeket küldöznek, meg ezt az igét kaptam, meg azt, meg tervezik a jövőt, meg találkoznak sokat, de még nem költöznek össze. Ez a jegyesség állapot. Mi még nem vagyunk olyan egyek az Úr Jézus Krisztussal, mint amilyen egyek leszünk majd az örök országában, az örök üdvösségben, de valamiben már egyek vagyunk. Abban vagyunk egyek, ami bennünk tökéletes. Pál apostol beszél arról, hogy mi tökéletesek vagyunk bizonyos értelemben, és azt mondja, hogy akik
tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk tökéletesek. Mert amit Isten bennem csinált, és ez az új élet, testvérek, a Szent Szellem. Én vettem Szent Szellemet, én kaptam új életet. Ki merni azzal vádolni Istent? Uram, hát jól elrontottál engem. De pancser munkát végeztél, a selejt. Hát én nem vagyok tökéletes. Egyikünk sem merni ezzel vádolni Istent. Isten mindenkiben, minden gyermekében tökéletes munkát végzett. Benned van egy tökéletes rész, kedves újjászületett testvérem. Ez az isteni rész. És aztán van egy tökéletlen rész, aminek van most még feladata, szerepe, gyermeket szül, eljár a munkába, szolgál az Istennek, de azután majd ez le lesz téve, el lesz égve, hamuvá, porrá lesz. Erre nem lesz szükség. Ami az isteni rész bennünk, azzal Isten rendszeresen közösséget vállal. És erről szól a mi alapigénk, aki az Úrral egyesül egy lélek, szó szerint egy szellem ő vele. És nézzük meg az előző verset, mert tulajdonképpen ez a 1 Korintus 6.17, ez egy kitérő, egy pici kitérő, nagyon értékes kis kitérő, de a fő sodrás az az, hogy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, mondja a 16. vers, egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Ha házasok, ha nem, akkor is egy testé lesznek. De aki paráznával egyesül, az paráznává lesz maga is, mert egy testé lett vele. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Mi szellemben egyesülünk a mi Istenünkkel és a mi Urunkkal, Jézus Krisztussal. Ahányszor meglátogat minket, ahányszor fogadjuk őt, és én ezért szeretem a vasárnapot. Hát nekem a kedvenc napom vasárnap. Nekem nagy segítség vagytok, testvérek, hogy én úgy el tudok keveredni, mint ahogy ti is a hétköznapokban. Bemenni a hivatalba, kevés a pénz, kitört a gyerek lába, kitört az ablak, lerobbant a kocsi, már megint menni kell, a telefon a legrosszabbkor jön, hol is van a telefonom, csörgessen meg valaki. Ha, agyamra mennek ezek a dolgok. Ilyenkor karácsonykor, ilyenkor vasárnap kikapcsolok minden ilyesmit, testvérek, és jövök a gyülekezetbe, és tudom, hogy jó lesz. Tudom, hogy jó lesz. Mert ilyenkor csak azzal foglalkozok, ami az Istennek a dolga, ami az Istennek az igéje. Óriási segítség. És szellemben tudok egyesülni az én Urammal. És ez egy óriási dolog. És amikor van egy ilyen egyesülés, gondoljunk házastársi egyesülésre, parázna egyesülésre, és aztán pedig az Úrral való egyesülésre, akkor ott történik valami. Ez pedig a fogantatás, a megfoganás, gyermek. Egy házasságban, akár egy paráznaságban, de az Úrral való szellemi közösségben, ami már a miénk, nem majd, már a miénk, egy szellem ő vele. Egyé válunk. Vasárnap is, meg hál' Istennek azért más napokon is. És olyankor, testvérek, valami megfogan. Biztos, hogy százszor átéltetek ilyet. Mit kell tegyek? Ó, Uram, kérlek, vezess. Mutasd meg az utat. Nem tudom, hogy mi legyen. Már hetek óta imádkozom, de nem tudom. És akkor egy szellemmé válsz Istennel, és felkapcsolják a villanyt. Ha megvan, tehát ezt kell csinálni. Mint egy feltaláló, aki hónapokig gondolkodik valamilyen fizikai képtelenségen, amit ő még nem tudott felfedezni, és egyszer csak beugrik neki. Ó, hát persze, mint Einsteinnek a egyenlő MC4. Egyszer csak így piff, rájött, hogy ha megvan az energia, az honnan van, hát a tömeget megszorozzuk, a fénysebesség négyzetével, azt meg is van az energia. Ilyen egyszerű az egész. Hogy nem jöttek erre rá eddig? Megfogansz Istennek a jelenlétében. Például jönnek ilyen ötletek, és annyi sok minden más. Amikor az ember vétkezett, és az ő természete össze lett kavarodva, sötét lett, akkor ez kiábrázolódott a
fizikai természetre is, a környezetünkre, a természetre. És mondják némelyek, amikor most ilyen sok szúnyog van, eső után meg nem szabad már permetezni repülőről, és akkor csípnek minket Várhelyen különösen, de Újfaluban is van szúnyog, oda csak. Isten miért teremtette a szúnyogot? Miért volt neki jó ez, hogy szívja a véremet? És Isten azt mondja, hogy én mondtam neked, hogy őrizd ezt a világot. De te kinyitottad a bűn előtt az ajtót, magadat is tönkretetted, besurrant hozzád is a tolvaj, de a világba is besurrant a tolvaj, az összeborzolta a szúnyogoknak a dolgait, és ahelyett, hogy békésen szívnák a növényeknek a rostjait, szívják a te véredet, tessék. Hát magadnak köszönheted, ne nekem köszönhet, én mondtam, hogy vigyázz, őrizd a földet, de nem őrizted. Te nyitottad ki az ajtót. Amikor a bűnnel egyesülsz, akkor megfogannak olyan ötletek, olyan dolgok, hogy például nyírjuk ki a tesónkat. Mint a Káin szívében ezt fogalmazott meg. Meg kell ölni. Hogy őt az Isten elfogadja? Hogy engem nem fogad el? Ki ez az ember? Hogy jön ő ehhez? El a föld színéről az ilyennel. Megfogom benned is, és olyan dolgok is történnek, mint a szúnyog, hogy te vagy a felelős érte, de nem is tudod. Olyan rossz jön ki belőled, hogy nem is tudod, hogy ez belőled jött ki. Olyan következményei vannak a bűnnek, hogy nem is gondolod, hogy ezt te okoztad. Nem tudom, hogy amikor Ádám és Éva eltemették Ábelt, akkor egymásra néztek el. És gondoltok erre, hogy megérte? Finom volt az a gyümölcs? Jó volt enni belőle? Azt hittük, olyanok leszünk, mint Isten. És közben el kell temessük azt a gyerekünket, akit a másik gyerekünk ölt meg. Így aztán két gyereket veszítettünk el egyszerre. Megérte? Amikor a bűnnel egyesülsz, olyan következményei vannak, amire nem gondolnál. Amikor meg az Úrral egyesülsz, testvér, olyan következményei vannak, hogy nem is gondolod. Annyi minden fogan meg benned, annyi minden fogan meg általad, hogy nem is tudod. Jön hozzám egy testvér, egy távoli gyülekezetbe szolgáltam, és olyan egy testvér. Lajos testvér, szeretném neked elmondani, hogy köszönjük szépen neked a gyermekünket. Nekem, ti gyermeketeket. Név született gyereketek. És elmondja, hogy az én ige hirdetésem hatására döntöttek úgy a feleségével, hogy vállalnak még egy gyermeket. Már nem a legfiatalabbak, legyen még egy gyermek. Isten megérinthet minket, legyen még egy gyermek. És miután megfogant a gyermek, azt mondták az orvosok, hogy teljesen életképtelen ez a gyermek, el kell venni. Végig ezt mutatták a felvételek. Életképtelen, nyomorék lesz, kár a gőzért, el kell venni a gyermeket. Sírtunk, imádkoztunk, és egy makkegészséges gyerekünk megszületett. Köszönjük, Lajos testvér, hitben fogant, hitben született, hitben fogjuk felnevelni. Dicsőség Istennek. Hát, mit tudtam én, hogy gyerek lett az én ige hirdetésemből, ezt én nem tudtam. Én csak azt tudtam, hogy szeretem az én megváltómat. Aztán ebből majd jönnek a dolgok. Testvérek, missziózni nem úgy kell, hogy kibegyünk az utcára és missziózunk. Hát ez egy óriási nagy félreértés. Ez olyan dolog, mintha a nőt befektetnék a szülészetre, oda jön a szülészorvos, mindenki be van mosakodva, személyzet, meg császármetszésre felkészülni, meg sterilizálva, meg beöltözve, meg maszk, meg minden, és akkor azt mondják, hol a gyerek? És mondaná az asszony, hogy nem tudom, én hasfájással bejöttem, én nem vagyok terhes. Meg akarjuk szüleszteni azt, akiben nincs is ott a gyerek. Menjen már át a belgyógyászatra, azt vizsgálják már, hogy miért fáj a hasa. Hol a gyerek? Missziózunk, de nincs megfogomva semmi. A misszió az úgy működik, hogy a hívők egyé válnak Jézussal. Egy szellemé válnak. És amikor egy szellemé válnak, akkor megfogannak új életek. És jönnek az áldások. Elindulnak az áldások. Házasságban, család életben, gyülekezetben, a misszióban. Na akkor már ki lehet menni az utcára. Már van miért. Meg van imádkozva. Elő van készítve. Az emberek mondják azt.
gyertek már ki, mert nem férünk be, olyan picike imázat vettetek, nekünk tessék mondani az evangéliumot. Olyan sok minden fogan meg benned, körülötted, általad, hogy így fröcskölöd az áldást. Hogy egyszer csak még a szúnyogok is megszeridülnek. Hogy a közeledben minden átalakul, minden megváltozik. Mert termékeny vagy, az Isten megtermékenyített. Egy szellemmé váltál vele. És erre hívott el minket az Isten, hogy rendszeresen éljük ezt át. Hogy ilyen közösségünk legyen. És látjátok, nagyon jó Isten rabszolgájának lenni, mert ővé a tulajdonjog, és az ővé vagyok. Áron vétettetek meg, dicsőítsétek Istent a ti testetekben, nem a magatokéi vagytok. És nagyon jó Isten munkása lenni, mert jutalmat gyűjthetünk, és mi nagyon gazdagok leszünk majd a mennyek országában, még ha itt csórók is vagyunk, de ott gazdagok. Nagyon jó Jézus barátjának lenni, mert egy csomó titkot megtudhatunk, aminek örülünk, és jó elmondani a saját terheinket, örömeinket neki, és ez a jó barátunk mindig velünk van, mindig meg lehet csörgetni, sose fogja kinyomni a telefont, és mindig ott terem egy szempillantás alatt. És nagyon jó örökös társa lenni Jézusnak, és az ő testvére lenni, és kapni azt, ami az ő élete, feltámadása, ami az ő joga. Abban én is részesülök, mert rokon vagyok. De a legjobb, a Jézus jegyesének lenni. És szeretni őt. Szerelmes lenni bele. Ő is szerelmes beléd. Oda van érted. Az életét képes odaadni, érted? Nincs nagyobb szeretet annál, mint ha valaki az életét adja a barátjáért, vagy a barátnőjéért, vagy a jegyesőjéért. Megvásárolt minket magának, szolgálatba állított minket, megosztja az ő titkait, bevon minket az ő családjába, és eljegyzett minket magának örökre. Dicsőség legyen neki ezért. Amen.